Sziasztok! Eljött 2021, és ebben a videóban az olvasási terveimet szeretném megosztani veletek, bár őszintén szólva én nem szeretek nagyon keretek között létezni, persze az élet egyéb más területein muszáj, de az olvasás az pont az, amikor nem szeretek ilyen szabályokat hozni, és mondjuk kötelezően teljesíteni. 2021-ben az a tervem, hogy továbbra is szeretnék nagyon sokat olvasni, nyilvánvalóan, hogy az életem része maradjon az olvasás, de nem szeretném, hogy a mennyiség, a minőség rovására menjen. Ami azt jelenti, hogy nem fogok kitűzni magam elé olyan célt, hogy szeretnék mondjuk elolvasni 50 könyvet, vagy x darab könyvet. Mert én szeretném továbbra is élvezni az olvasást, és úgy olvasni, hogy ténylegesen az legyen előttem, hogy mit, mikor, hogyan olvasok, nem pedig az, hogy na most akkor kötelezően ezt a számot teljesítenem kell, mondjuk fél év alatt, és akkor még maradt fél évem, és akkor gyorsan az év végén meg belehúzni, mert azt látom, hogy nem olvastam még el azt a mennyiséget, szóval ezt én nem szeretném, semmiképpen sem, ezért én inkább csak úgy sodródom, de így is egyébként valószínűleg nagyon sok könyvet el fogok olvasni. A másik, amit nagyon fontosnak tartok így magamnak kitűzni, az viszont az, hogy minden nap fél órát szeretnék olvasással tölteni. És ez azt jelenti, hogy akkor is, amikor dolgozni megyek, és reggel 10-től este 9-ig bent vagyok a munkahelyen, akkor is nagyon szeretnék minimum fél órát rászánni. Ugye 30 perc azért nem olyan sok, és általában az interneten tök haszontalan dolgokra szoktam elcseszni azt a 30 percet. Így legalább majd az olvasásra fogok fókuszálni, hiszen annyira szeretek olvasni, hogy én nagyon szeretném, hogyha ténylegesen a napi szinten az életem része lenne, és mondjuk, hogyha meg dolgozni megyek, akkor igazából odafele vagy hazafele is tudok olvasni, úgyhogy semmiképpen sem szeretném a szabadidőmből másra szánni az időt. Ez vonatkozik arra is, hogy egyébként én nagyon sokszor social médiát nem nagyon használok, sőt, nincs Facebookom, szóval nem használok. Instagramot is csak nagyon-nagyon ritkán, de amire el szokott menni, az a YouTube, mert nagyon sok booktubert nézek, és egyéb más videósokat is, és akkor maximum majd abból kicsit lecsippentek, és nem őket fogom nézni mindig, úgyhogy erre majd oda fogok figyelni. Az, amit még továbbra is szeretnék folytatni, amit most az év végén nagyon jól sikerült teljesítenem, az az, hogy a klasszikusokat szeretném továbbra is olvasni. Ha azt mondom, hogy minden hónapban egyet elolvasok, akkor szerintem nem mondok nagyot, szóval azt még tudom teljesíteni, de egyébként ugyanígy szeretnék, hogy egy hónapban egy kortárs könyvet is elolvasni. Szóval így akkor két könyv az biztos, hogy egy hónapomat kiteríti, és hogyha abban még beleférnek többek, akkor nyilvánvalóan még többet fogok ennél olvasni, de ez így még teljesíthető. Az biztos, hogy ebben az évben két könyvnél többet nem fogok olvasni egyszerre, ugyanis most ebben a 2020-as évben beleestem abba a hibába, hogy volt egy szakasz az életemben, amikor tényleg nagyon ráértem, így a karantén, meg a karantén utáni időszak, és úgy döntöttem, hogy nagyon rögtön elkezdek 5 könyvet párhuzamosan olvasni, és mindig mindegyikből különböző műfajok, és akkor majd így szépen lassan haladtatok mindegyikkel. Na igen, ez egy nagy hiba volt, mert igazából valójában ez az 5 könyv még mindig befejezetlenül állnak a polcomon. Hát igazából július óta, és azóta nem fejeztem be, és picit lelkiismeretfordulásom is van, hogy egyébként tök jó könyvek, mert Csehov van közötte, akkor ott van Sally Rooney-nak a Normális emberek, de egy Meryl Streep életrajzi könyv is van közötte. Szóval ez még mindig ott van, és ebben a hibában most 2021-ben nem szeretnék beleesni, és azért kettőt mondok egyszerre,
mert a barátnőmmel is olvasunk közösen, tehát az a könyv az adott, és mellette szeretném még a könyvespolcomról olvasni a könyveket, hiszen rengeteg könyvem van, és nagyon kevés százalékát olvastam, és na hát emiatt is lelkiismeret furdalásom van, hogy mindig veszek újakat, és azokat meg nem olvasom, úgyhogy ezért mindig csak kettőt fogok párhuzamosan olvasni, és így talán még oda is tudok rájuk jól figyelni, és csak akkor fogok haladni az egyikkel jobban, ha az az egyik az kirívóan jó könyv, mert akkor biztosan a másikkal nem fogok tudni, de hát ennyi baj legyen. Az is a terveim között van, hogy kicsit jobban figyeljek most a magyar megjelenésekre, a magyar kortársakra, ugyanis hát ebben bizony vannak hiányosságaim. Most például azt tervezem ebben az évben, hogy majd a Libri Irodalmi díjra oda fogok figyelni, és akkor azokat a jelölt könyveket meg szeretném majd venni, és szeretném majd őket még a díjátadás előtt értékelni. Úgyhogy ez egy nagy projekt lesz majd az év folyamán, de egyébként külföldi díjakra is szeretnék odafigyelni, csak hát ugye én angolul nem olvasok, és hát pár év után hozzák be általában ezeket a könyveket, úgyhogy ha most ebben az évben mondjuk az olyan 2018-19-es díjazottakra kell figyelnem, elvétve egy-egy 2020-as könyv is biztos be fog jönni, amik idén, vagyis tavalyi évben díjazottak lettek, úgyhogy majd ezeket is szeretném megvenni. Na igen, és akkor itt most a megbevés szónál vagyunk, azt is szeretném megfogadni, hogy nem fogok ennyi könyvet venni, mint amennyit 2020-ban vettem, mert éppen pár napja frissítettem a Mojon a könyveimnek a listáját, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy már 400 könyvem van, és ebből a 400-ból nagyon-nagyon keveset olvastam el, mert egy csomót egyébként e-bookon olvasok, és most nagyon arra szeretnék fókuszálni, hogy kevesebbet vegyek, és akkor az itteni könyveimet pedig olvassam. Persze ez most nevetségesnek hangzik annak fényében, hogy most mondtam éppen, hogy a Libri Irodalmi díjazottakat, vagy jelölteket, bocsánat, meg szeretném venni, hiszen már az önmagában azt hiszem 12 könyv lesz, de lehet, hogy csak 10, nem tudom, de hogy már az annyi. De úgy azt találtam ki, hogy egyébként minden hónapban, ha 10-et veszek, az bőven elég. És azért minden hónapban nyilvánvalóan nem fogok 10-et venni, illetve remélem, de egyébként tényleg csak antikvár könyveket veszek meg, a mozgókönyvekről szoktam még venni, ugye azok a könyvesztekerek. Szóval annyira azért nem szoktam túlzásba vinni, de azért erre oda kell figyelnem most ebben az évben. Amit még nagyon szeretnék, az az, hogy több műfajra szeretnék koncentrálni, és minél több műfajba belekóstolni, komfortzónámon kívül is olvasni, mert most 2020-ban nagyon a szép irodalomra koncentráltam, de egyébként a közös olvasós játékunk az nagyban segíti ezt, hiszen ott mindenféléből olvasunk, disztópiától kezdve fantasy, horror, non-fiction-t, és csomó olyan könyv kerül elő, amire előzetesen nem is gondoltuk, hogy valaha olvasni fogjuk, de azért magamtól is szeretném bővíteni majd ezt, hiszen szeretnék híresebb fantasyket elolvasni például, de nagyon kíváncsi vagyok Stephen Kingre is, és hát valójában az ilyen híresebb fantasy és horror írókra szeretnék koncentrálni, és akkor azzal nagyon nem fogok talán mellélőni. És akkor még annyit biztosan fogok, hogy követtek ugye külföldi booktubereket, és bizonyos kihívásokat szoktak indítani, és szeretnék néhányon részt venni, azért nem elvetemült kihívásokon, amikor is egy hét alatt 5 könyvet kell elolvasni, vagy még többet, mert ez egyáltalán nem férne bele az én időmbe. Örülök, ha egy hónap alatt 5-öt elolvasok, én azzal már egyébként elégedett vagyok. Szóval inkább csak olyanokat, amiket így bármikor be tudok venni így a hétköznapjaimba. Például a 24 órás maratont, azaz a 24 órás ridatont
szeretném majd, azt tervezem most a közeljövőben, vagy októberben lesz majd a Viktóber, amikor viktoriánus könyveket olvasunk, vagy olvasnak, és akkor majd én is azt fogok. És hát továbbra is szeretnék saját magamnak bizonyos szempontokat kitűzni, és az alapján olvasni, ahogy ugye most is olvasom a modern klasszikusokat, ilyesmit tervezek majd a 2021-es évre, és ezekből természetesen majd videót is fogok hozni valamilyen formában, vagy vlog, vagy beszámoló, vagy értékelő, szóval ez biztos, hogy lesz a jövőben. És amit még mindenképp, az pedig az, hogy új írókat szeretnék megismerni. Ugyanis nekünk a közös olvasós játékunk az arról szól, hogy mindig más írótól választunk könyvet. Tehát nem csak témához hozunk könyveket, hanem más írótól. És most olvassuk egyébként a 99-et, most fog jönni majd a 100-dik, és a 100-dik az Celeste Ng, ha jól láttam a nevét, kis tüzek mindenütt lesz majd egyébként a könyv. Szóval ő lesz majd a 100. írónk, és ezt továbbra is így szeretném, ha folytatódna, hogy vele a barátnőmmel majd mindig új, és új írókat ismerhetek meg, és hát én magam is szeretném ezt még bővíteni, és ehhez kapcsolódik egyébként az utolsó szempontom, vagy az utolsó tervem is, az pedig az, hogy akiket már megszerettem, és a szívemhez nőttek, ilyen például Gabriel García Márquez, vagy Dostoyevsky, Dickens, Jane Austen, Oscar Wilde, de ennél még sokkal több is, őket szeretném jobban megismerni, tehát több könyvüket is elolvasni, hát majd meglátjuk ezt, hogy fog sikerülni, de igazából ezek a terveim. Mondom, tervezni nagyon nehéz, mindenben nekem, én nem vagyok egy nagyon nagy tervezős, de muszáj, vagyis szeretnék bizonyos kritériumokat magamnak kitűzni, apróbb célokat, és azokat pedig teljesíteni, mert így egy picit összeszedettebben is olvasok, és akkor tényleg nem járok úgy, mint 2020-ban, hogy ott vannak félbehagyva a könyveim, mert ez egyszerűen nem férhet bele 2021-ben. Hát ennyi lett volna ez a videó. Írjátok meg ti is, hogyha nektek vannak bizonyos terveitek, vagy vannak kihívások, amiket teljesítetek, és mik azok. Legyetek jók, majd jövök egy újabb videóval. Sziasztok!